fiatal korom óta mindig érdekelt a politika. Ez egyébként a történelem iránti érdeklődésemből adódott. Jogász vagyok, de hajszál híján bölcsész lettem, vagy hajszál híján lettem jogász, de ezzel most nem akarom az időt húzni. Mindaddig, amíg a rendszerváltozás szelei nem jelentkeztek, addig én elképzelhetetlennek tartottam minden érdeklődésem ellenére, hogy bármiféle közéleti tevékenységet vállaljak. A civil foglalkozáson a néző ügyvédként tevékenykedtem. Hát nagyjából 1988 az az időszak, amikor jobban oda lehetett már figyelni a Magyar Demokrata Fórum működésére, és hogyha a rendszerváltozás nem úgy végződik, hanem ugye ahogy akkor féltek sokan, és a félelem egy kicsit ott volt bennünk is, visszarendeződésre kerül sor, és a szerepvállalási szánypróbálgatásainkat bűnvádi eljárás követte volna, akkor azt kellett volna nekem a bíróságon mondani, hogy engem Balsa István vádlottársam vitt a bűnbe. Hát Valsai István a Magyar Demokrata Fórumnak nálamnál régebben volt tagja, 800-valahányos volt, nem tudom pontosan a tagkönyve. Én 89 márciusában léptem be a Magyar Demokrata Fórumba. Nagyjából ez időbe egybeesett azzal a második kongresszussal, és nem tudom, országos gyűlésnek nevezték, ami időben a nevezetes televízió szimbolikus visszafoglalásával egybeeső tüntetés időszaka is volt. De mondom, engem Balsai barátom vitt idézőjelbe erre az útra, a még meglévő érdeklődésemet, mint egy felerősítendő. A Magyar Demokrata Fórum a nemzeti 89 tavaszán már a nemzeti kerekasztal tárgyalásokra készült. Június, ha nem tévedek, június 13-án írták alá a nemzeti kerekasztal tárgyalások megkezdéséről az érintett pártok, illetőleg hát akkor még jogilag egy párt létezett, a Magyar Szocialista Munkáspárt, és az alternatív szervezetek, ha pontosan mondom, az akkori nem is jogi, hanem politológiai kategóriáját az ellenzéki szervezeteknek a kerekasztal tárgyalás megindulásáról szóló megállapodás, de hát azért már előtte folytak egyeztetések és készülődés is. A Magyar Demokrata Fórum kerekasztalbeli tárgyaló delegációjának az eredeti és mondjuk így hivatalos elnöke Fűr Lajos volt. Fűr Lajos később aztán az ő szerepét fokozatosan, egy természetes folyamat eredményeként Antal József veszi át, tehát ő a von Haushaus hozott közjogi műveltségével, ismereteivel ideális terepet kapott azzal, hogy a fórumot képviselhette a kerekasztalon, és hát nekem az a sors különös kitüntetése jutott, hogy szakértőként részt vehettem a nemzeti kerekasztal tárgyalásokon, mégpedig a választójogi szekcióban. A háromszintűen tagolt nemzeti kerekasztal fórumrendszer alsó nevezett politikai munkacsoport szintjén, ha nem tévedek, a 1/3-asnak nevezték ezt, nem hangzik jól, nem 3/3-as, számozták, két nagy munkacsoport volt, a politikai és a gazdasági munkacsoport, és az egyes tematikák szerint volt 1/1, 1/2, 1/3, stb. Végig. Én az 1/3-as munkacsoportba kerültem bele. Annyit és talán ennyi anekdóta szerűséget engedjenek meg, mert ez szerintem nem igen jelent meg még sehol, bár lehet, hogy én már szóltam róla, hogy Fűr Lajos Balsai Istvánt kérte fel, akit ő már személyesen ismert, arra, hogy a választójogi törvény tekintetében a Magyar Demokrata Fórum elnöksége elé vigyünk egy javaslatot. István meg megkeresett engem. Engem a történelmi érdeklődésem folytán kicsit közelebb is voltam a választójogi kérdések, legalábbis történeti kitekintéséhez,
És akkor én vállaltam, hogy csináljunk egy javaslattervezetet. Békásmegyeri 1+2 fél szobás lakáson van az Erika, édesanyám Erika táska írógépén. Írtunk le egy koncepciónak nevezhető elképzelést. Elárulom, sokba hajazott, mert én ezt a szabályozást ismertem legjobban. Az egykori 1925 évi 22-es törvénycikre, ha jól mondom. 22-es, igen, ami még Bethlen István nevéhez kapcsolódott. Nem pont olyan volt, de én ennek az ismeretében vetettem föl a választási rendszer lehetséges megoldását, és ahogy ott írogatjuk a táska írógépen a koncepciót, a feleségem az beteg volt, az apósom meg orvos, kihívtuk őt, vártuk, ő eljött hozzánk, ott ismerte meg Balsait, bemutatkozott udvariasan. Mit csináltok, gyerekek? Hát mondtuk az új választójogi törvényt. Láttam, hogy meghökken, azt se tudta, hogy mi egyáltalán demokrata fórummal foglalkozunk, vagy itt benne vagyunk, vagy ilyen dolgokkal, törjük a fejünket ilyen dolgokon. Bement, megnézte a feleségemet, aztán elment, mondja nekem Zsuzsa utána, te azt mondja, bejött a papa, és azt kérdezte, hogy ezek normálisak? Na, hát így készült az a javaslat, amit aztán valamikor, június környékén, amikor ezek a tárgyalások megindultak, bevittünk a Magyar Demokrata Fórum elnöksége elé, és én tulajdonképpen az elnökségi ülésekre ettől kezdve kezdtem járni, mint jogi szakértő. István lehet, hogy már korábban is megfordult, ott ugye az Ó utcába folytak ezek a tanácskozások a barakban, ilyen fa építmény volt. Bocsánatot kérek. És hát előadtuk ezt a tervezetet, és akkor a Demokrata Fórum elnöksége annyit mondott, hogy nem ebben a konkrét formában, de alapirányaiban, hogy legyen egy választási, vegyes választási rendszer, támogatta ezt, és az, hogy mi ezt a javaslatot kidolgoztuk, ez eredményezte azt, hogy meg is hívtak, én szakértőnek nevezem a státusunkat, de gyakorlatilag ebben az 1/3-as tárgyalócsoportban a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon, úgyhogy részt vettem folyamatosan a munkákban.